Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az elmúlt hetekben már számtalanszor beszámoltunk arról, mi minden történt a harmadik Fejér megyei termelői mustrán és vásáron. Most pedig nézzünk meg egy teljes összefoglalót, hiszen a szakemberek újdonságokkal jelentkeztek, azt hiszem a mi javunkra szolgál minden egyes olyan gondolat, amit elhangzik. A harmadik Fejér megyei termelői mustra szakmai konferenciájának keretében a Fejér megyei kormányhivatal dísztermében neves szakemberek prezentálásában az őstermelők, kistermelők a termelői piacok számára fejlesztési, pályázati, élelmiszerbiztonsági és értékesítési kérdésekről tájékoztatták a résztvevőket. Egy ilyen konferencián keresztül el tudjuk mondani egyrészt a kormányzati szándékot, hogy hogyan és milyen eszközökkel tudjuk még ezt a tevékenységet tovább erősíteni, mert azt gondolom, hogy még nem tartunk a végén, tehát még nagyon sok minden lehetősége van a kormányzatnak segíteni, mind a termelők, mind pedig a piac működtetőinek a tevékenységét. Ezen túlmenően pedig el tudjuk azt is mondani, hogy én például a vidékfejlesztési programon keresztül milyen támogatási lehetőséget tudunk biztosítani mind a termelők számára, mind akár az önkormányzatok számára, mind pedig azokat a lehetőséget is fel tudjuk vázolni, amelyek újdonságot jelenthetnek. Ilyenre gondolok például, mint a rövidellátási lánc tematikus alprogram, melynek egy nagyon egyszerűen összefoglalva az a lényege, hogy a termelő és a fogyasztó közötti sok-sok közvetítő kereskedelmet kiiktatva közvetlenül, vagy egy non-profit szervezeten keresztül lerövidítsük ezt az ellátási láncot, és egyrészt a fogyasztó ugyanazt a jó minőségű, biztonságos élelmiszert vásárolhassa meg, de olcsóbban, mint ahogy azt korábban tette meg. A termelő számára pedig egy komoly lehetőséget jelent, hiszen egy olyan biztosított értékesítési láncot rejt magában, amelyen keresztül akár növelni is tudja az adott termelését. Tehát vannak ilyen lehetőségek, jövőbe mutató kezdeményezések az országban, amelyhez európai támogatásokat is tudunk biztosítani. Például erre az ellátási lánc rövidítésére csak a működtetéshez 5 millió forintos pályázati keretet hirdettünk meg, amelyre nyár óta folyamatosan érkeznek be a támogatási kéremek, hiszen nagyon sok jó kezdeményezés alakult már ki az ország egyes részein, és alakulnak meg a jövőben is. Tehát erre is tudunk támogatást biztosítani, és ezeket a lehetőségeket egy ilyen konferencián keresztül is próbáljuk népszerűsíteni. Mennyit segít ebben a munkában önöknek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Gazdakörök Országos Szövetsége? Mind a két szervezet nyilván alapvetően nagyon sokat tud tenni annak érdekében, hogy az információ áramlás az aktív legyen, hiszen mit sem érnek a jó pályázati lehetőségek, mit sem érnek a jó szándékok, hogyha ez nem jut el közvetlen azokhoz is, akiket ez a legjobban érint. És nyilván ebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának is, és a MAGOSZ-nak is nagyon komoly feladata volt eddig is, és a jövőben pedig még inkább fontos feladatai lesznek, hiszen ezeket az új lehetőségeket, ezeket az új információkat, támogatásokat, vagy akár más egyéb segítségeket is nagyon fontos, hogy ne csak a kormányzat tudja, hanem a termelők is, és az érintettek is tudják, és ehhez mindig szükség van olyan közvetítőkre, akik ezt a tudást, ezt az információt át tudják adni. A kamarának ebben speciális feladata van, és nagyon komoly munka kezdődött meg az elmúlt években. Én nagyon bízom benne, hogy a kamara vezetése ezt a jövőben is tudja majd folytatni, hiszen elengedhetetlen az, hogy az a több százezres tagság, aki a kamaránál van, igaz, hogy kötelező jelleggel, de érezze azt, hogy ez a kamara valóban értük is dolgozik, és valóban minden olyan lehetőségre felhívja a figyelmet, akár egy írásos formában, akár egy kiadvány formájában, akár szóbeli konzultációkon, a falugazdászokon, a tanácsadókon keresztül felhívja a figyelmet a lehetőségekre, mert csak akkor tudjuk a programokat is, a támogatásokat is jól kihelyezni, jól működtetni, hogyha ennek az információnak a birtokában van mindenki. Ehhez a köztestület elengedhetetlen, és ehhez a jól működő köztestület is, az egyesület szükséges. Bízom benne, hogy a megkezdett munkát, akár a rövidellátási lánc, akár a szaktanácsadás, akár a falugazdahálózat működtetésében ezt tovább tudjuk együtt majd folytatni. Az agrárgazdálkodás minőségi fejlesztése szellemében a célkitűzés, kerüljön minőségi magyar termék az asztalra. A helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem székely szólás szellemében felkarolják és támogatják azt a szándékot, hogy a termelők és feldolgozók minél nagyobb hozzáértéssel, minél magasabb minőségi, a nemzeti piacokon is helytálló terméket állítsanak elő. Ez nem csak segít az őstermelőknek a tevékenységen, a kibontakoztatásába, hanem láthatjuk a folyamatot, hiszen a Jancsárkerti piac 5 évvel ezelőtt nyílt meg, és ez a harmadik Fejér megyei termékmustra. Én szerencsére mindegyiken ott voltam a kezdettől fogva, sőt, mi több, még ismerem a Fejér megyei termék kezdeményezést is, és látható az a nagyívű fejlődés, ami darabszámba, minőségbe és termékválasztékba az elmúlt években megjelentek.
Tehát ma már bátran el lehet mondani, hogy Fejér megye őstermelői, családi gazdaságai olyan szintű élelmiszerek tömegét tudják előállítani, amely lassan nem csak a megye ellátásához, hanem a megyén túl is megfelelő mennyiséget tud képviselni. Ezért is lenne rendkívül fontos, hogy ezek a termelők valamiféle szövetségbe rendeződjenek, valamiféle integrációt képezzenek, hogy valóban különféle kiskereskedelmi áruházláncokat is folyamatosan el tudják ezzel a kiváló termékkel látni. Hiszen nagyon jól látható, hogy minden év valamilyen módon nem mentes vegyszerbotrányoktól, hát most épp a tojással kapcsolatban tudjuk, hogy voltak agályok és európai figyelemfelhívás. Ezek a termékek viszont a rövid ellátási láncon kerülnek a fogyasztók asztalához. Nem kell semmiféle tartósítószert rátenni, nem kell több száz, több ezer kilométert szállítani, hogy az valamilyen módon az élvezeti hatását megóvja, hanem egyszerűen, röviden és nagyon rövid időn belül oda kerülhet a fogyasztóhoz, aki annak az élelmiszernek minden ízvilágát, minden kulináris élvezetét hát élvezni, és élvezni tudja, és hát megfelelő módon tudja a szervezete az abban rejlő vitaminokat, különféle bioaktív anyagokat feldolgozni. Varga Gábor országgyűlési képviselő Fejér megye déli részének felzárkóztatását, eddigi értékének megőrzését és megerősítését várja a kormány vidékfejlesztési tervétől. Ha valaki kimegy a termelői piacra, akkor én biztos vagyok benne, hogy minimum ilyen minőségű ételekkel, illetve alapanyagokkal találkozhat, mint amelyeket itt a rendelkezésünkre bocsájtottak a szervezők. Arról a vidékről származom, és az a vidék, ahol én jöttem, és ahol a képviselője vagyok, az alapvetően egy mezőgazdasági termelővidék. Jobbára alapanyagokat állítunk elő, de létezik a zöldség és a gyümölcs termelés. Ahogy így jöttem fölfelé a 63-as úton, ide abba Budakajtor térségébe, Fehérvárhoz közeledve, egyre több gyümölcsössel, egyre több olyan zöldségtermelővel találkozom, akik a városra termelnek, tehát a város piacára, a városban élő emberekre alapozva termelnek. Ha csak a Szedd Magad akcióra emlékeztetek, vagy pedig azokra a kis standokra, amelyek itt az országút mellett megtalálhatóak, és a székesfehérváriak, ahogy látom, szeretik is ezeket a helyben vásárolható gyümölcsöket. Én azt gondolom, hogy ennek egy óriási értéke, hogy olyan biztos forrásból származó élelmiszereket tehetünk le családunk asztalára, itt Székesfehérváron, vagy pedig a nagyvárosokba, akik a termelői piacról vásárolnak, amely egyrészt ellenőrzött, másrészt pedig hazai termék, harmadrészt pedig a hazai gazdaságot erősítjük ezekkel az árukkal. A konferencián egy nemes hagyomány folytatására is sor került. Szeptember 20-a a Gyermekek Világnapja, ehhez kapcsolódva a Magyarok Kenyere program részeként, a kamara a korábbi évekhez hasonlóan a megmaradt lisztet felajánlotta a rászoruló gyermekeket gondozó megyei intézményeknek. Az élelmiszerlánc biztonságot uniós jogszabályok szabályozzák, viszont a tagállamoknak van lehetőségük arra, hogy bizonyos szegmensekben könnyítsenek ezeken a szigorú szabályozásokon, és Magyarország is élt ezzel a lehetőségével, és létrehozta a kistermelői rendeletet, amiben nagyon lényeges az, hogy csak a kis mennyiségben saját maguk által előállított termékekkel, illetve saját maguk által feldolgozott termékekkel jelenhetnek csak meg a különböző piacokon, így a fehérvári piacon is. A fehérvári piacon megjelenhet a megye valamennyi kistermelője, illetve még a szomszédos megyékből is 40 kilométeres távolságból, amivel tudomásom szerint meg is próbál mindenki élni.
Ettől függetlenül azért vannak olyan minimum elvárások, amelyeket a kistermelőknek is be kell tartaniuk, de nagyon lényeges az, hogy maga a lánc rövidül le, így a kockázatok is csökkennek. Tehát egy helyi termelő az általa felszedett mondjuk zöldséggel, vagy leszedett gyümölccsel, vagy akár elkészített tejtermékkel rövid úton bemegy a piacra, ott megfelelően tárolja. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a hűtést igénylő termékeket itt is hűtő körülmények között kell tárolni, de ha ezt megfelelően megteszi, utána kimegy a vásárló, tehát a fogyasztó a piacra, és találkozik azzal a termékkel, amelyet tulajdonképpen az árul, aki megtermelte, tehát még információkat is kap róla, megveszi, hazaviszi, tehát a lánc nagyban lerövidül, és így a kockázatok csökkennek. Ettől függetlenül természetesen ezeket a forgalmazókat, előállítókat is ellenőrizni fogjuk, és ellenőrizzük is. Mi a metódusa az ellenőrzésnek ebben az esetben, hiszen a zöldség és gyümölcs, illetve a hús áruk ellenőrzési rendszer az nyilván ugyanolyan szigorú, mint bárhol másutt? Természetesen minden kistermelőnek rendelkeznie kell egy regisztrációs számmal, ezt a járási hivatalok adják. Ott van már egy ellenőrzés, ott magát a termelőt a termelési helyen ellenőrizzük. Az állati eredetű előállítókat, tehát teljeseket, húskészítményeseket, pedig évente még felülvizsgáljuk, hogy az az állatállomány mindenfajta betegségtől mentese, amelyből ők később a termékeiket állítják elő. Ez van a termelés helyén. De természetesen az árusítás helyén is, amennyiben az elválik a termelés helyétől, egy ilyen piac esetében elválik, ott szúrópróba szerűen ellenőrizzük, és aki nem felel meg az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, ott különböző intézkedéseket tehetünk. A lényeg az, hogy a fogyasztóhoz nem biztonságos élelmiszer ne juthasson el, tehát ha olyasmire vagyunk kénytelenek, akkor fel is függesztjük ott az árusítást. Még egy kérdés, milyen általános tapasztalatokkal rendelkeznek? Azt kell, hogy mondjam, hogy a kistermelők által előállított, forgalmazott termékekkel nem szokott probléma lenni, inkább amivel probléma van, az kettős. Egyrészt a tárolásnál például nem óvják megfelelően a cseppfertőzéstől a termékeiket, de ezt könnyen lehet orvosolni, és a másikat is, az pedig a nyomonkövetési dokumentációnak mindig a helyszínen is elérhetőnek kell lennie, mert az ellenőr csak akkor tud megbizonyosodni arról, hogy az biztonságos az élelmiszer. Közönségnappal folytatódott a harmadik Fejér megyei termelői mustra és vásár. A Jancsárkerti biopiacon kistermelők és kézművesek várták a vásárlókat. Az a kormányzati kezdeményezés, hogy minél több minőségi termék kerüljön az asztalokra, Székesfehérváron megvalósult. A termelői piac úgy néz ki, hogy elérte a célját. Igaz, hogy a vásárlói létszámot nem ártana még növelni, hogy minél, tehát a távolabbról jövő őstermelőknek is megérje, tehát jobban megérje bejönni a városba árulni a termékeiket, de mivel egészséges és jó minőségű, ízletes élelmiszereket árulnak, ezért őket választják, és nem a nagy áruházakba mennek el bevásárolni az emberek. Ugye, tegnap a konferencián az is elhangzott, hogy a termelői piacoknak azért van egy következő lépcsőfoka, az őstermelői rendszer bevált, ugyanakkor hogyan lehet még javítani? Javítani úgy lehet a rendszeren még jobban, hogy a rövid ellátási láncokat, tehát még igazából nem is biztos, hogy piacon keresztül, hanem közvetlen kapcsolaton, tehát termelő és vásárló között közvetlen kapcsolat. Egy ilyen működnek már az országban, úgy tudom, ilyen csomagküldő szolgálatként viszik ki. Tehát megrendelik telefonon, és akkor ott már a vásárló tudja, hogy jó minőség az élelmiszer, és ezt kiszállítják hozzá. Tehát neki nem is kell igazából menni vásárolni se. Holott azért hozzátenném, hogy a piacoknak, egy ilyen piacnak, és nem ezeknek a nagyvárosi bevásárló piacoknak egy sajátos hangulata van. Itt abból is látszik, hogy most állatsimogató, vagy akár színpadon műsorok zajlanak. Tehát ez egy olyan hangulatot teremt itt a város szívébe, amit igazából érdemes megnézni, és kijönni, körülnézni az embereknek és a városban lakóknak. A termelői piacok jövőjét szívén viseli a Magyar Nemzeti Vidékhálózat is. Kutai Tibor megyei vezetőként bízik benne, hogy a szántóföldtől az asztalig út lerövidítése is segíthet ebben. Nagyon fontos a
vidékfejlesztési programon keresztül, hogy a helyi termelők minél nagyobb támogatást kapjanak az infrastruktúrális fejlesztéseikre. Én úgy gondolom, hogy Székesfehérváron például ez a helyi termelői piac is méltán mutatja azt az utat, amelyet megteszünk annak érdekében, hogy az áru minél kevesebbet utazzon, tehát a termelő közvetlenül tudjon találkozni a fogyasztóval. Ugye itt akkor egyértelműen a minőség, a termék minősége is garantált, hiszen ott nem vásárolunk még egyszer, ahol rossz minőségű terméket kaptunk. A vidékfejlesztési programon keresztül a rövid ellátási lánc jelen pillanatban nyitva van. Három termelői csoport alakult Fejér megyében, és további termelői csoportok alakulását kezdeményezzük, generáljuk és várjuk, hogy minél több termelő tudjon minimális fejlesztéseket eszközölni a gazdaságukban, és természetesen az a minőség, amelyet ők garantálnak, ez még megbízhatóbb legyen, így a gazdák és a fogyasztók is jól fognak járni, hiszen egy olyan minőségű termék sikerül a piacra hozniuk, amely itt is, hogyha körbenézünk, Fejér megyében már biztosított, de természetesen országos szinten is. Mi a hozadék a tegnapi szakmai konferenciának? Hiszen a MAGOSZ elnöke Jakab István, illetve a szaktárcát képviselő államtitkár is megerősítette, hogy ez az egyetlen elképzelhető út. Igen, mind az Agrárkamara, mind pedig a kormányzat elképzelése az, hogy ez az egyetlen út, hogy ne a terméket utaztassák, hanem a közvetlen kapcsolatok alakuljanak ki, és természetesen az az árés, amivel a termelő dolgozik, az már ne rakódjon rá még 3-4 olyan közszereplő, közvetlen szereplő, akik ugye itt a rendszerben nem kívánatosak, hiszen árérzékeny a mezőgazdasági piac Magyarországon, és úgy gondolom, hogy az emberek érdeke is, a vásárlók érdeke is az, hogy minél előbb és minél frissebb és közvetlenül a termelőtől érkező áruval szolgálja föl a családját, és olyan termékeket fogyasszunk. Emellett természetesen úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor beszélünk nagyon sok mindenről, például ugye a geomentességről és a minőségről, úgy gondolom, hogy egy közvetlen kapcsolat a termelő és a fogyasztó között elmaradhatatlan, és úgy gondolom, hogy ezek voltak azok a legfőbb gondolatok a tegnapi konferencián is, mind a kamara, mind pedig a kormányzat részéről, hogy ezt nem csak erkölcsileg hanem, és szakmailag, hanem anyagilag is támogassák, és ez a vidékfejlesztési programon keresztül az 1300 milliárd forintban kb. 10-15%-ban meg is jelenik, és még folyamatban van a kistermelői, kisüzemi vállalkozóvá válási program is, amelyben bárkinek szívesen segítek, hiszen érdemes 15 ezer euró általány összeget lehet megpályázni olyan főállású őstermelőknek, akik ezzel kívánnak foglalkozni, és úgy látom, hogy egyre többen Fejér megyében ezzel kívánnak foglalkozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete felkarolta és támogatja a kezdeményezést, ami hozzájárul az őstermelői rendszer átalakításához is. Határozott célunk az, hogy az eddig 5 éves piaci munkánkat folytassuk a következő évben is, és ettől senki nem tud minket eltántorítani, semmilyen külső körülmény. Egy olyan fejlődési pályát futottunk be, amely, hogyha ilyen életciklusokban gondolkodunk, akkor a piac elérte a felnőtt korát, és ebből ezt a felnőtt kort szeretnénk minél jobban kiteljesíteni, tovább folytatva azt, hogy bemutatjuk a gazdáknál, hogy hogyan készítik a termékeiket, nyitott tanyalátogatásokat, nyitott gazdaságlátogatásokat szervezünk a jövőben is. Mindinkább szeretnénk a bizalmat a vásárlók és az árusok között erősíteni. Az a meggyőződésem, hogy talán így lehet még tovább növelni a vevői kört, ha még többen meggyőződnek arról, hogy itt egészséges, háztai, kézzel készített, kézműves termékekkel, termékek széles választékával és kiváló minőségével lehet találkozni. Ehhez még inkább jobban be kell mutatni magunkat, a termelési technológiákat, a folyamatokat, azokat, hogy ott helyben hogy nevelik az állatokat például, milyenek az állatjóléti feltételek,
vagy a biogazdálkodás fólia sátrakban, vagy szabadföldön, hogy konkrétan hogy történik. A székes szlogen a helyi teszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem a Jancsár kertben is a jövőt mutatja. A hagyományos háztáji kézműves friss élelmiszerek nagyon is kelendőek az egészséges életmód jegyében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!